helyzetben vagyok, mint műsorvezető, e műsor felkonferálásánál, hiszen a legjobb barátaimról van szó. Azokról, akiknél Magyarországon elsőnek és Európában a legtöbb írvízispánnyel kölyök született. Krisztel, az írvízispánnyel lány, egyedül él Magyarországon. 2 hónapos kora óta ismerem. A férje Ausztráliában található. Hogy lett ebből házasság, és hogyan született 9 kis írvízispánnyel kölyök, azt ebből a műsorból megtudhatják. Március 5-én születtek, holnap lesznek 7 hetesek. Miért gondoltad azt, aki abszolút nem tenyésztő? Ugye kimondhatom, hogy te nem tenyésztő vagy, hiszen egy írvízispánnyelnek a tulajdonosa vagy Magyarországon, annak az egynek, amiből egy van Magyarországon, és mégis úgy döntöttél, hogy akarsz egy almot. Mi vezetett erre? Babázni akartál, vagy? Hát elég jó kutyának tartom a szukánkat. Twistit. Twistert, elég jó eredményei is vannak, jó családja is van, és szerettem volna, hogyha lesznek utódai. De milyen babázni? Nagyon neked, akinek soha nem volt kis kutyája, én megmondom őszintén így műsorban, leborulok előtte, de ezt nagyon komolyan mondom, mert én nem gondoltam volna, hogy ilyen nagyszerűen megoldod ezt a feladatot, és azért 9 hírvízit fölnevelni, én úgy gondolom, hogy ez nem volt semmi. Sok munkát ad? Mennyit ad ez, Ildi? Hát sokat, de szerintem, ha kevesebb kutya születik, az is sok munkát ad, hogyha rendesen törődik velük az ember, ha meg nem törődik velük, akkor teljesen mindegy, hogy 3 van, vagy 9. Mekkora kötelessége van az embernek az anyakutya mellett? Hát szerintem nagyon nagy, sokkal nagyobb, mint az anyakutyának, mert ugye nem lehet kiszámítani, hogy az anyakutya hogy fog viselkedni a kicsikkel. Mondjuk nálunk nem volt probléma, mert nagyon jó anya az írvízispánnyel, de hát lehetett volna ez úgy is, hogy én nevelem föl tulajdonképpen az anya nélkül az almot, ezt nem tudjuk előre. Mennyi időt töltesz velük naponta? Mennyi időt töltöttél, mikor megszülettek? Amikor megszülettek, akkor mondjuk olyan 24 órából 20-at. De hogy így, ahogy egyre nagyobbak lettek, hát így egyre kevesebbet. Most, hogy már kezd nyiladozni az értelmük, most már azért többet kell velük foglalkozni, így tanítgatom őket, most már azért megint szintén többet. Minél többet tudjak velük foglalkozni, játszani, meg hát az anya most már nem annyira foglalkozik velük, mert ugye már nagyok, úgyhogy azért kell velük törődni. Te milyen ez a pótmama szerep? Gondoltad, hogy ilyen lesz? Milyen megosztanád velünk, hogy mit érzel, mikor mész a gyerekeidhez? Hát jó látni, ahogy fejlődnek, ugye amikor megszülettek, ugye folyamatosan néztük, hogy melyik hogyan nő, hogyan gyarapodik. Mértük is mondjuk, igen, el, mértük. Igen, minden. Egészen 4 hetes korukig minden alkalommal, minden nap mértük őket. Meg hát ahogy fejlődnek, ugye lehet látni, melyik ügyesebb, már van, amelyik aportíroz, és ugye hát még már 6 hetes kora óta aportíroz. Meg hát az egész kutya, ahogy változik, az arcuk, a fejlődésben, ahogy ugye erősödnek a csontozatuk. Ezek a kis kutyák tudják, hogy a Twister az édesanyjuk, de te mit jelentesz nekik? Hogy érzed? Mikor ott vagy állandóan közöttük, pótmamájuk vagy? Hát biztos. Szerintem tudják azért, hogy én törődök velük sokat, mert hát, ahogy bemegyek, rögtön ugye mindegyik föláll, rögtön várják, jönnek hogy oda, hogy tudják, hogy viszem az ennivalót, hogy kijöhetnek, hogy játék lesz, ezeket tudják már. Csak ha te vagy az első írvízispánnyel tulajdonos Magyarországon, hanem ezek a gyerekeknek az édesapjuk nem akármerre van, mert
azt lehet mondani, ugye, hogy az óperencián túl az óperencián. Igen. Ki is az édesapjuk nekik? Az édesapjuk egy ír import, de Ausztráliában él 6 hónapos kora óta, egy Grand Champion kutya, aki Ausztráliában lakik, és ugye ő onnan nem tud kimozdulni, több karantén, meg egyéb dolgok miatt. Miért pont az az ausztráliai vízi? Hát ez úgy volt, hogy nézegettem ilyen írvízi kanukat, ugye a közelben nem sok van. Akik vannak, azok közül nagyon sok apai ágon testvéret viszternek, tehát az már eleve szóba se jöhetett. Angliában vannak, de ugye az angoloknál még elég sokféle egészségügyi szabály van, ami miatt elég nehéz oda kimenni, és nem is annyira barátságosak az angol tenyésztők, egy olyan emberrel, aki abszolút nem tenyésztő, és nem ismerik. És hát a Twister tenyésztőjével is megbeszéltem, hogy milyen kan lenne megfelelő nekünk. Aztán egy teljesen véletlen folytán egy ilyen nemzetközi írvízi is levelező listára felkerültem az internetre, és ott mindenki üdvözölt, Norvégiától kezdve Ausztráliáig, és volt egy hölgy, aki Ausztráliában él, és küldött fényképeket a kutyájáról, és hát borzasztóan megtetszett, megbeszéltem a tenyésztővel, hogy mit szólna ahhoz a kutyához, hogy az esetleg nem felelne meg nekünk, mint kan, és azt mondta, hogy hát megfelelne, csak hát ugye elég nehéz kivitelezni ezt, hogy így megoldjuk ezt a sperma küldést, mert ugye másképp nem megoldható. Aztán utána mentem itthon a dolgoknak, hogy ezt hogyan lehet megvalósítani. Felkerestem a Száz doktort, aki végülis partner volt ebbe az egészbe, és akkor így megbeszéltük az ausztrálokkal is, nagyon rendesek voltak, segítőkészek. Egy Ausztráliában élő magyar vizsla kutyatenyésztő hölgy is segített nagyon sokat. És hát így végül is ide került a sperma. Repülővel behűtve egy ilyen nitrogén tartályban érkezett, amit ugye itt kiszedtünk, egy sperma bankban lényegében a Száz doktornál tárolják, és visszaküldtük a tartályt nekik. És amikor eljött az idő, hogy a Twister tüzelt? És amikor tüzelt, igen, ez még kicsivel előbb volt, mint ahogy tüzelt volna, és akkor amikor tüzelt, akkor pedig megnéztük, hogy mikor aktuális az, hogy megtörténjen ez a mesterséges megtermékenyítés, és műtéti úton a Száz doktor elvégezte ezt a beavatkozást. Tehát ehhez a párosításhoz a papa ebben a tartályban érkezett Ausztráliából, átrepülve az óceán. Ez most természetesen üres, de mínusz 196 fokos folyékony nitrogén tartalmaz, és ebben érkeznek a mélyhűtött spermák. Minden állatfajnak egyébként hasonlóan működik ez a spermatárolás módszere. És utána, miután ebből a szállító tartályból kivesszük, áthelyezzük a depóba. Ez egy hatalmas nagy tartály, 33 liter folyékony nitrogén tartalmaz. És a Twisternek a párja, pontosabban annak szaporítóanyaga, az itt látható, nagyon sokáig nem szabad a levegőre kiemelni, hiszen akkor átmelegszik, mindössze 3 másodpercet szabad kiemelnünk. Ebben található a mélyhűtött sperma, ezekben a kis ampullákban. Ez egy speciális módszer, mi kicsit más módon mélyhűtjük a spermát, de úgy látszik az ausztrálok ezt preferálják. Egy ilyen kis ampulla az egy termékenyítési dózis, és egy ilyen ampullát olvasztottunk föl. Megvan, hogy milyen protokoll szerint kell felolvasztani, és akkor a felolvasztás után elbíráljuk a minőségét, majd pedig ugye elvégezzük a mesterséges termékenyítést. Ezek a sejtek, energiaháztartásuk nagy részét már felélték, illetve eléggé károsodtak azért a mélyhűtés felolvasztás procedúrája során. Így minél közelebb kell őket juttatni a termékenyítés, a megtermékenyítés helyéhez végül is, ami a petevezető ugye szuka esetében. Tehát nem elegendő csak a hüvely mélyére helyezni, mint egy normális, folyékony, frissspermás termékenyítés esetében a szaporító anyagot, hanem vagy sebészi úton a mélybe, vagy pedig más országokban endoszkóppal, illetve speciális katéterekkel, szintén a cervixbe, tehát a mély szájba, mély testbe termékenyítik a mélyhűtött, felolvasztott spermát. Mi a Twister esetében a sebészi mesterséges termékenyítést választottuk,
egyrészt a sperma küldője, az az állatorvos, aki méhűtötte, ezt javasolta, ők is ezt alkalmazzák. Másrészt ez a mi gyakorlatunkban még jelen pillanatban egy biztonságosabb, jobb eredményt adó módszernek tűnik. Itt látható, ez gyakorlatilag pillanatra kiemelem az egészet, ez egy hatalmas, hosszú kaniszter, két sorban vannak a méhűtött spermák elhelyezve. Több mint 1000 adag van már a spermabankunkban, legkülönbözőbb fajtáktól. Mint látható, Európában, Amerikában és a legtöbb országban, így nálunk is, ez az úgynevezett műszalmás termékenyítési módszer, vagy hát méhűtési módszer terjedt el. Ebben a kis csövecskékben, műszalmákban vannak méhűtve a spermiumok, mínusz 196 fokon tároljuk őket, és ezek mind tele vannak, az alsó sor mind tele van, tehát 10 ilyen pohár, plusz a felső sorból már 4 meg van töltve. 97 óta folytatjuk a méhűtést, tehát a legrégebbi az 97-es, 98-as. Ez egy sebészi eljárás, ami azt jelenti, hogy csinálunk egy hasmetszést, a méhet felkeressük, és nagyon egyszerű módon történik a termékenyítés végül is. Egy kiemelt méh falába, egy ilyen véna kanült a falán át, a méh üregébe egy ilyen véna kanült vezetünk be, és a véna kanül végül is műanyag kis csövecskén keresztül injektáljuk a spermát, és aztán azok szépen a méhbe felszaladva, spermiumok eljutnak a petevezetőbe, ahol megtörténik a megtermékenyítés. Az első vemhességvizsgálat ultrahangos felvételét látjuk. 24 napos vemhességnél ezek a kis sötét, képen inkább golyócskáknak tűnő képletek jelzik a magzatokat. A következő vemhességvizsgálat 30 naposan történt. Láthatóan nagyobbak már az ampullák. Itt is 2,5, most már csak 2,5 ampulla fér bele egy képernyőbe. 42 napos vemhességnél már csak egy magzat tud egyszerre a képernyőre kerülni, olyan nagyok már, nőttek, jelentősen megnagyobbodott. Itt látható a mellkas íve, itt a kis borda kezdemények, ahogy haránt metszetben az ultrahang nyalába átmetszi a bordát, itt a szívnek a sötét árnyéka, majd a tüdő, a húgyhólyag, és itt valahol a hátulsó lábak comb csontosodott része, és ez az egész már tulajdonképpen az ampulla, ilyenkor már megnyúlnak, és szinte összeolvadnak az ampullák. 48 napos vemhességnél vizsgáljuk a magzatokat. Ez tulajdonképpen egy nagyon szép magzati kép. Itt a bordák, középen a itt a mellkas, körbe a bordákkal tüdő, szív, gyönyörűen ver a babának a szíve, a magzatnak, egészen a kamráknak a mozgását is jól lehet látni. Nem csak történelmet írtál az érvízis spánjellel, hogy az első érvízis spánjelt behozattattátok Magyarországra, hanem azzal is, hogy Magyarországon, ha jól tudom, ilyen méhűtött spermával történő fedeztetés még nem is történt, ugye? Jól tudom? Igen, külföldről még nem hoztak méhűtött spermát. Milyen gazdit szeretnél neki? Mi a reményed? Milyen helyre szeretnéd, hogy kerüljenek? Hát igazából olyan nagy elvárásaim nincsenek, azt szeretném, hogy olyan helyre kerüljön, ahol törődnek vele. Hát nem lenne baj, hogy a kiállításra is járnának. És már sírsz rögtön?
az igaz barátság érték, becsüld meg a kutyádat. Az igaz barátság érték, becsüld meg a kutyádat. Hetente fogunk ezzel a műsorral jelentkezni, az Ebogatta műsorban, azzal a különbséggel, hogy ezt a műsort nem én fogom vezetni, hanem Nóri és Lali. Pontosan azért, mert szeretném, hogy a gyerekek a gyerekekhez szóljanak. Vajon megbecsülik-e a kutyájukat, vajon igaz barátaik a kutyák? Nóri és Lali nagyon sok közéleti személyiséghez, politikushoz fog elmenni, és feltesznek olyan kérdéseket, amit úgy gondolok, hogy minden gyereket érdekel, és szívesen hallják majd a választ is. Lalikám, azt szeretném, ha elmondanád az Ebogatta műsor nézőinek, hány éves vagy, hogy hívnak, mi a kedvenc hobbid, a suliba hogy megy a tanulás, van-e kutyád, mióta élsz kutyák mellett? Én Mészáros Ősülöp vagyok, a 4. B osztályba járok, és a hobbim az kutyázás, a tanulmányi eredményeim azok is jók. Lalikám, a 4. osztály az nagyon nehéz az iskolában, vagy? Nem olyan nehéz. Azt mondtad, hogy hobbid a kutyázás, az mit jelent nálad? Hát, hogy elviszük a családommal a kutyákat, kiállításokra sétáltatni, meg... Hát, velük élsz? Igen. Mondd, az anyu és apu, az a, mert hogy neked a hobbid a kutyázás, de gondolom azért, mert anyu és apu tenyésztők, tehát igazi szenvedélyes kutyások, így kérdezném. Igen. Milyen fajtát tenyésztetek? Leonbergi. Milyen egy Leonbergi, te Lali? Hát nagyon, nagyon erős, szép, és hát nagyon szereti a gyerekeket, van úszóártyája, vízi egymentő és vakvezető, ez a kutya, és házőrzőnek is nagyon jól beválik. De hogyha te miután, gondolom, miután megszülettél mellettük élsz, ugye? Igen. Társaid ők neked? Igaz társaid? Igen. A régi kanunknak a nyelvével kapaszkodtam, úgy tanultam meg járni. Őt hogy hívták? Rufus. Ördökegyi Sphinx Bonanza törzskönyvi neve. És Rufusnak a nyelvébe kapaszkodtál, és úgy? Igen. Igen. Te akkor te el tudnád képzelni az életedet kutyák nélkül? Nem. Igaz barátaid? Igen. Bielek Nóra vagyok, 13 éves, a 7. osztályba járok az Osztrák-Magyar Európa iskolába. Sajnos még nincsen kutyám, de tervezzük, hogy veszünk egyet. Miért? Hát mi egy kisebb fajtát szeretnénk, például Yorkshire Terriert vagy White Terriert. Már nagyon sok állatom volt, és ezért volt teknős, nyúl, hörcsög és tengeri malac. És ezért nagyon-nagyon szeretem az állatokat is. Csak sajnos otthon nem lehet rákcsáló, mert a szüleim allergiásak a szőrükre. Te és a kutya szőre nem lesznek allergiásak? Anyujék, apu? Nem hiszem, mert most nem kertes házban lakunk, de nem soká el fogunk költözni, és akkor nem fog ez problémát okozni. Te, Nóri, azért mert 7. osztály az már egy komoly... Akkor szoktatok az osztálytársaitokkal beszélgetni a kutyatartásról, a kutya problémákról? Igen, szoktunk. Az egyik legjobb barátnőmnek van egy fehér máltai selyem kutyája, és nagyon-nagyon sokat vagyok náluk, és mindig játszunk vele, mert nagyon aranyos, és hát nagyon sokat beszélgetünk a kutyákról, meg hogy mit esznek, meg mert ő nem szokta vinni a kutyáját kiállításokra, hanem csak házi kedvencként tartja őket. De azt hiszem, az utcán is jártok sokat közösen. Szerinted milyen kutyatartók a felnőttek? Hát van közöttük, amelyik szerintem elhanyagolja a kutyáját, és ami nem is foglalkozik vele, hanem csak azért veszi meg, hogy legyen, és hogy legyen mellette valaki, mert ugye a legtöbb idős ember egyedül él, és hát szeretne maga mellett tudni azért egy kutyát is, de viszont már nincs nagyon sok ereje arra, hogy elvigye sétáltatni, és ezért kint tartja a teraszon, és ez a kutyának nem jó. Na, biztos. Mondd, lehet igaz barát egy kutya?
Szerintem lehet. Vannak olyan kutyafajták, amelyek barátságosabb az emberekhez, vannak olyanok, amelyek vadabbak, de szerintem mindegyik kutyát be lehet tanítani, hogy az emberekkel szeresse, és hogy a gyerekekkel együtt lehessen tudni őket. Épp azt akarom mondani, hogy tulajdonképpen szerintem nincs vad kutya, hanem ahogy benneteket is nevelnek a szüleitek, a kutyákat is ugyanúgy kell nevelni, nem? Hát szerintem igen. Ha lesz kutyád, igazi társad lesz? Mit gondolsz? Hát én nagyon szeretném, hogy az igazi társam legyen, és figyelni is fogok rá, hogy olyan természetűt válasszak ki, ami nyugodt is, de egyben játékos is. Lalika, még egy kérdés, mert én tudom, hogy te nagy állatvédő vagy. Mit jelent neked az a szó, hogy állatvédelem? Nem tudom, hogy én, hogyha látnék egy olyan állatot, amit megkínoztak, hogyha azt megkínoztak, én azt börtönbe tettetném, vagy pedig ítéletet mondanék felette, hogy halálos ítéletet. Figyelj, de hát az a halálos ítélet egy kicsit nagyon sok, nem? De azért ítéletet. Igen. De hát a te véleményed ez, akkor én nekem el kell, hogy fogadjam. Mondd, jártál már, láttál már olyan kutyát, aki ki van kötve egy udvarba, egy hordó mellé, se víz mellette, semmi, az állatkínzó? Láttál már ilyet? Még nem láttam ilyet, de már az is halad a felé, hogy állatkínzó legyen. Mit csinálnál, ha mondjuk mennél, és látnál egy ilyet? Hát, vagy hívnám a rendőröket, vagy pedig az állatvédőket. És szerinted hatása van? Szerinted tudunk hatni az emberekre, hogy vigyázzanak az állatra, mert egy láncon tartott kutyának az egy állatkínzás?